Dr. Abonyi József még palatáblán petróleumlámpa mellett tanult írni, olvasni. Családja mindkét ágon csávói származású. Édesapja könyvkötő volt, ezt a szakmát öccse vitte tovább. Őt édesanyja a kis csávói általános iskola után a Ciszter gimnáziumba iratta be. A cél az volt, hogy a szülők legalább az egyik gyerekből értelmiségit neveljenek, akár az orvosi pályán, akár máshol. Mint később bebizonyosodott, jól döntöttek. Dr. Abonyi József 1944-től nyugdíjazásáig dolgozott a Bajai Kórházban, belgyógyászként, majd később tüdőgyógyászként. Munkásságáért 2007-ben megkapta a Bajaváros díszpolgára címet. Volt-e olyan tanára, akire felnézett, aki valamilyen irányba elmozdította a gondolkodását vagy az érdeklődését? Én kissávói gyerek voltam, Baján születtem és kissávóiban nőttem fel, kissávói iskolába jártam. Ott egy nagyon hazafias érzelmekkel átitatott tanítóm volt. Csak arra emlékszem, hogy még a narancsot se tűrte a padon, hanem mert az egy idegen gyümölcs, nem magyar gyümölcs. Na szóval ilyesfajta, de hát ezzel van átmenet. Én nem hagyott mély benyomást a kicsávói iskola. Egyébként tényleg majdnem egy évszázad átívelő élettörténetem van már. Én még palatáblán írtam, még akkor emlékszem rá. És hát petróleum volt természetesen az iskolában is, és otthon is minden. Na szóval visszatérve az elemi iskolában különösen benyomást, de ott nem is az. 10 éves koromban már ugye. Akkor kezdődött a középiskola abban az időben, tehát akkor iratkoztam be a ciszterekhez Baján, illetve anyám, mit tudom. Abban az időben kiderült, hogy milyen tantárgyak azok, amik önnek jobban mennek? Nem volt olyan tantárgy, amit hogy különösen kedveltem volna, akár a nyelvet, akár a történelmet, akár a matematikát. Olyan mindenevő voltam, szóval elég könnyedén tanultam, következésképp nem is nagyon voltam szorgalmas, mert úgy magától a fejembe mentek a dolgok. Nem voltam éltanuló, de nem kellett nehezen. Nem kellett erőlködnöm, hogy a jó jeles és a jó határán, a felszínen maradjak végig a 8 gimnáziumban, hogy nem volt különösebb probléma. A szülei próbálták-e valamilyen irányba elmozdítani az nem, érdeklődését? Egyetlen ambíció volt, az én apám könyvkötő volt, iparos ember, a nagyapám pedig földműves parasztember kicsávói, fölművelő ember volt, és a 20. század elején volt ez a bizonyos társadalmi átalakulás, hogy a gyerekekből, ugye a paraszt gyerekből iparos, az iparos szülő pedig megpróbált legalább egy gyerekét értelmiségének nevelni. Így kerültem én is értelmiségi pályára, hogy anyám eldöntötte, az öcsém maradt az apám iparánál, engem tanítottak ki, és így kerültem. Tehát más motiváció nem volt, csak értelmiségi legyen. Ezért kerültem. A gimnázium volt az, amely tulajdonképpen az akkori értelmiségi vagy középpályára, középosztályi pályára készítette fel az embereket. A gimnáziumból mentek az emberek egyetemre általában, vagy főiskolára. Amikor végzős volt a gimnáziumban és dönteni kellett, akkor mik jöhettek még szóba az orvosi egyetem mellett? Nem volt még semmi különösebb ambícióm, azok későn érő típusába tartozom, tehát hogy egészen közönségesen fejezem ki magam, a fejem lágya elég későn jön be. Aki talán döntő befolyás gyakorolt rám, az egy személy és egyvel kapcsolatos kis történet. Utaltam rá korábbi interjú során is, vagy talán írásban is írtam, hogy az én egészségtan tanárom 8. volt, egy egészségtan óra hetenként, csak 8. osztályban, és ezt egy orvos adta elő nálunk, Antóni Ferencnek hívták.
azon kívül, hogy a szakmáját jól ismerte, általános ismeretei is jó voltak, tehát jó után irodalmilag, stb. Szóval jó benyomást tett rám az illető. A szavait azt lestem és élveztem az előadásait. És egyik előadásán megkérdezte az egyik órán, hogy hát van-e valaki, aki az osztályból a humán orvosi pályára akar menni. És nem jelentkezett senki. Hát hogy lehet az, egy ilyen ember, aki ilyen okosan beszél, és nem tud hatni rá. De hát akkor nem volt egy preferált pálya, az orvosi pálya. Az értékítélete jó volt, tehát a presztízse nagyon jó volt az orvosi szakmának, csak nem ígért hamar egzisztenciát. Tehát elég hosszú ideig kellett díjtalan halorvosként, segédorvosként. Valószínűleg ezért nem. Akkor abban az időben, az a 30-as évek vége volt, igen, 38-ban érettségiztem, akkor kezdett felívelni az állatorvosi szakma, mint nagyon biztos egzisztencia, úgyhogy a mi osztályunkból a 42-en voltunk, abból 6 ment állatorvosnak is, emberorvosnak, csak én egyedül. Ennek az Antoni Fenesznek a hatására. Hát egyébként is ilyen, mondjuk, ahogy szokás mondani, az empátiás készség, ami szintén bizonyos, hogy öröklődik az emberben, hát ez bennem megvolt, úgyhogy nem kellett olyan nagyon, mondjuk, hát irányítani belsőleg magamat erre a pályára, mert ez a készség megvolt, hogy együtt érezzek másokkal, mások nyavajáimmal, és az, ami alapvető ebben a szakmában, hogy a másik szenvedését megértsem, és ha lehet, akkor segítsek rá. Tehát segítés, készsége, az egy szülői örökség, azt hiszem, szülői örökség. És azt, hogy milyen szakirányba fog tovább tanulni, azt mikor döntött el? Azt elég korán, már az egyetemi évek alatt eldöntöttem, hogy belgyógyászok. Tehát nem a manuális szakmákra megyek, hanem arra, amely mentálisan igénybe veszi az ember. Tehát az orvosi szakmának is már akkor is, és most is azt vallom, hogy a legizgalmasabb része a diagnosztika, tehát a kórisme felállítása. Azt nem lehet könnyű megtanulni. Ottan tényleg vegyül a szakmai ismeretek, a ráérzés, az intuíciós készség. Szóval ebben én úgy éreztem, hogy itt talán tudnék jobban érni, és ezért mindjárt kezdetük volna belgyógyászati szakmára mentem, és azt csináltam 6 évig. Volt olyan álma, hogy melyik városban szeretne dolgozni? Bár említette, hogy igen. Bajai kifejezetten kiemelte, hogy Baján született, igen. Bajai az egész lelki világa. A kérdését köszönöm, mert tényleg rám az volt a jellemző, hogy mindenhez nagyon ragaszkodtam. Így a szülővárosomhoz, az iskolámhoz, az egyetememhez, az kórházhoz. Egyetlen egy munkaadón volt a Bajai Kórház. Egész életem során. Vissza tud emlékezni, hogy ez a sok évtized alatt a Bajai Kórházban milyen események maradtak meg a legjobban? Egy-két esetet ebből számos évtizedből. Esetet tudnék, vagy illetve mozzanatot ki tudnék emelni, vagy személyeket ki tudnék emelni, negatívat nagyon keveset, szóval semmit sem. Nagyon nagy szerencsémre, amikor én beléptem a Bajai Kórházba 1944. június 19-én, 17-én doktorátom, az szombati nap volt, 19-én jelentkeztem. Akkor a Bajai Kórház mindegy osztályán kitűnő emberek irányították a munkát, tehát az osztályvezető főorvosok a szakmai kiválóságai voltak. Azt is mondhatnám némelyikről, hogy a szakma egészen komoly nagy ágyúi, hogy úgy mondjam, akár egy burgetére. Tehát például bejöttem én a Bajai Kórházba, ugye 44 júniusában, akkor egy Burg Ete nevű igazgató vezette a kórházat, akinek még utána is, halála után is legalább 20 évig éltünk a legendáiból. Nagyon kiváló ember volt, aki bebizonyította azt, hogy a irányítás, egy intézet irányításához szükséges fegyelem, és ugyanakkor egy bizonyos fokú oldott liberális hangulat összeegyeztethető. Elég nehéz éveket éltünk át az 50-es években. Ugye akkor volt az a Rákosi-féle időszak, azt nagyon sokszor mondják, ugye 48-tól 53-ig, Sztalin haláláig.
akkor úgy szólván a szakma sehol nem irányított, mindenütt a politika irányított. Ez alól szerintem a Bajai Kórház kivétel volt. Itt Burg Ete... Úgy érti, hogy országos szinten persze, én akkor kivétel. Tekintve, hogy átképeztem magam tüdőgyógyászra, erről is majd beszélünk, akkor én több, az országban több intézetben voltam. Budapesten is, vidéken is, meg hát ilyen vizsgálóbizottság tagjaként is láttam egy-két intézetet, és láttam, hogy mindenütt tulajdonképpen a kórházat nem a kórházigazgató irányította, hanem a pártitkár, aki adott esetben a kórháznak volt fűtője, volt valamikor, vagy valamelyik ápolási részlegnek volt alkalmazottja. Szóval a Bajai Kórház ez arról kivétel volt, itt Burg Ete irányította végig, azért, mert akkora tekintélye volt, amit az ő személyisége sugárzott, nem kellett ahhoz ő neki nem tudom én ordítani, vagy kifolni. Nem, a fellépése már olyan volt, hogy mindenki tisztelte, és mindenki hapotákolt, hogyha elment. Szóval itt kiváló ember volt. Úgyhogy ő teremtette meg itt a Bajai Kórházban azt a szélárnyékot, amiben mi észre se vettük, hogy mi folyik itt a nagyvilágban kívül. Nagyon kiváló ember volt. Az egyetemi évek alatt a tanuláson kívül mi az, ami Pesten ráragadt az emberre, amit itt Baján előtte nem kapott meg? Hát kezdem avval, hogy akkor Budapestre könnyebb volt fölkerülni, bár fölvenni utazás szempontból, közlekedés szempontból, könnyebben volt megközelíthető, mint a tőlünk 80 km-re lévő Pécs, vagy a 100 km-re lévő Szeged. Ugyanis a vonat és a hajóval lehetett közlekedni, úgyhogy ellentétben a mostani bajai orvosi kar jó része Szegeden vagy Pécset végzett, akkor a Bajáról is, aki ezt a szakmát választott, általában a Budapesti Egyetemre ment. Fölöttem lévő évjáratokból egy páran vannak, nem sokan, és utána még egy-két évig szintén Pestre mentek, csak aztán, mikor már kialakult ez a perifériás közlekedés, előnyös közlekedés, akkor már a bajaiak és a számára is a Pécs, illetve a Szeged, főleg a Szeged. Na hát így kerültem én is Pestre, Pestet pályáztam meg. Az egyetemet azt rögtön fel is vettek, 58-ban, és hát a humán ambícióim művészetek iránt, főleg ezzel is a zené iránt már korábban megvolt. Baja az ebből szerint egy különleges város volt, itt nagyon nagy divatja volt a házi muzsikálásnak, ami abból állt, hogy egyéb szakmában tanult emberek jól hegedültek mellékesen, vagy jól zongoráztak, és hát így kialakultak ilyen vonós négyesek a városban, több is, amiben hát főleg értelmiségiek, orvosok, ügyvédek, városi tanácsosok és a többi. Maga a polgármester is nagyon jó hegedűs volt benne a Sándor. Úgyhogy én ezekben muzsikálgattam, és így hát megvolt a kapcsolatom a zenével, és Baján is már megvolt nagyon élénk a hangverseny élet is, amit a vendégművészekkel sikerült elérni úgy, hogy a Pesti Koncertirodának a vezetője az egy Kun Imre nevű Bajáról elszármazott ember volt, aki valakit Pestre hozott, azt lehozta ide Bajára, és az egy társasági esemény volt. A gimnázium is kapott mindig 8 jegyet, abból én is kaptam mindig egyet, és akkor ezeken a hangversenyeken ott voltam. Bartók Béla is itt volt például akkor, egy hangversenyen, és láttam akkor, hogy a közönség jó része kiöltözött a hölgyek nagy estéjébe, az urak smokingba, mert utána volt egy fogadás is vacsorával. Ez a mind a mostani nemzeti szálló, vagy Dunaszálló. Akkor sok neve volt ennek is érdekes, akkor volt nemzeti, aztán béke, most Dunaszálló. Tehát a Dunaszálló hangverseny termében volt, és tehát ez egy társadalmeseny, rangja volt annak. Már szóval én nem mentem egészen, hogy úgy mondjam, ebben a tekintetben szűzem föl Pestre, mert már meg voltam fertőzve a hangverseny élet iránti vonzalommal, hogy ezt aztán Pesten az egyetemi éven ott kiéltem. Találtam még egy bölcsész barátom, aki szintén ennyire oda volt a muzsikáért, úgyhogy jártunk a hangversenytermeket. Még ilyen belógási technikát, mert egyetemistának sosincs elég pénze, még ilyen különböző belógási technikákat is, tehát hogy be tudjunk lógni valahogyan. Egy-egyel ketten például, vagy akár egy-egyel többen is, hogy ha nem szedték el a jegyet, akkor
egy bement, valakitől elkért, egyet kiment, és hozta a következőt. Úgyhogy néhány fordulóval fönt volt már mindenki. Kis rövid epizódra szeretnék azért rákérdezni, hogy mennyi idő alatt lehetett Baja és Pest között hajóval közlekedni? Hát a hajó Mohácsig jött, és Mohácsnál fordult vissza. A humánusabb az volt, ha Pestről jött Bajára. Az ember az 12-kor indult pontosan délben, és 8 és 9 között Bajába volt. Este. Ez nagyon sok. Fölfelé az hosszabb volt, mert fölfelé is 10-kor indult Mohácsról, Bajáról 12-kor, és hajnalba ért föl Pestre. De nem kellett kiszállni a hajóból, bent lehetett maradni, addig, amíg a villamosok el nem indultak, hogy, mert az eskütéri. A fölfelé azért volt általában nagyon hosszú, mert a kofáknak az áruit vitte, és a Dunamenti községben mindenütt zsákok és kosarak tömegét rakták fel a hajóra, ami vitte fel. Tulajdonképpen azt hozta a pénzt, azt hiszem, a hajóstársa, mert a kofáknak a szállít, amit vitték mind a nagyvásártelepre. Úgyhogy néha úgy is volt, hogy előbb fölment a eskütér, hogy kiszállni, és visszament a nagyvásártelepre, hogy kirakodjanak. Igen. Na szóval ennyi volt körülbelül az út, de rendkívül kellemes volt. És mit lehetett csinálni a hajón? Ott lehetett esetleg tanulni, hogy kihasználja az időt valahogy? De még mennyire? Hogyan folyt bele Baja a város életébe? Milyen emberekkel találkozott, hova járt szórakozni, mi volt a hobbija? Korán alapítottam családot, mert háborúba be kellett volna, de 44 őszén azért ez még hozzátartozik a portrémhoz, hogy 44 júniusában léptem be, és 44 októberében el kellett mennem katonának. De onnan januárban haza tudtam szökni, mert az volt az elvem, hogy a határt nem lépem át. Úgyhogy megszöktem Pozsony mellett, és irtózatos szerencsével 4 nap alatt Bajára tudtam jutni, orosz oldalon már. Na most korán nősültem el, akkor olyan idők voltak, hogy 4 órakor kijárási tilalom volt már. Tehát januárban értem haza, 45 januárjában, és hát kijárás, hát nem lehetett udvarolni, járni, hát meg kellett nősülni. Volt ebben bizonyos mentési célú is, mert sváb lány volt ő is, még svábabb, mint én. És hát akkor a svábok ki voltak téve annak, hogy egy személyes bosszú a jól, és már is rákerültek egy ilyen szállítmányra, mert aztán kivitte őket a Szovjetunióba, munkatáborba. Úgyhogy így, ha az ember elvette a lányát, akkor talán meg lehetett menteni, vagy valami. Szóval ilyen akció is volt, nagyon zűrös, zavaros idők voltak. Na szóval ebből csak az a lényeg, hogy korán megnősültem, korán alapítottam családot, annak az évek őszén már jött a lányom. Úgyhogy aztán az én szolgálatom olyan volt, hogy bent laktunk a kórházban, egy alorvosnak bent kellett lakni a kórházban, egy szobában. 6 évig így is volt. És az annyit is jelentett, hogy 24 órás ügyelet, permanens ügyeletben voltam, tehát ezek a kollégák el se tudják képzelni, hogy azelőtt mi volt. És nem csak, hogy 24 órás, hanem 360 napos ügyelet, tehát januártól december végéig folytonosan. Körülbelül 100 ágyat, ugye a belgyógyászatnak volt körülbelül 70-75 ágya, és 25 ágy volt a járványosztály, az is hozzánk tartozott. Szóval nagyon nagy munka volt. Volt ennek előnye a későbbi praxisom alapján, ez nagyon sokat jelentett, mert hihetetlen nagy beteganyaggal találkoztam, és aztán ez adott egy olyan szakmai biztonságot, hogy aztán már nagyon könnyedén mozogtam. Könnyedén, szóval kevesebb problémám volt, mint más kollégáknak, mert ilyen óriási beteganyagnál az ember általában statisztikailag is egy-egy ritka esettel is többször találkozik, és akkor hát így ennek következtében. Én legalábbis arra képeztem különben is magamat, de ez volt ez adta meg azt a szakmai biztonságot, ez a óriási beteganyag, amit 6 éven át a kezem alatt megfordult. Az kétségtelen, hogy minden alorvosnak előbb-utóbb, mikor már úgy kifelé állt a szekerre, úgy megszerezte a szakképesítést, jó magam is, belgyógyászatból 4 évig gyakorlat után azt megszereztem, akkor már ki kellett a városba keresni talán valamit. És én is ebben próbálkoztam akkor, mert hát ugye az előre menetel bent a kórházba, a kórházi karrier az
munkához kellett vagy főnöket, esetleg még kivárni, még nyugdíjba vonul valami, de akkor is általában a tendencia az ott, hogy mindig klinikákról hoztak osztályvezetőket. Tehát vidéki praxisból kórházi főorvosnak ritkán vál. Mostanában már igen, de azelőtt ritkán került valaki. Na minden esetre ilyen keresgélés következte közben jött a városi tisztió, városi járási tisztióorvosnak a megkeresése személy szerint. Kiszemelt engem annak, hogy a bajai tüdőgondozónak legyek én a főorvosa. Akkor már 6 éves belgyászati praxis állt mögöttem, hát mondtam én, bár határterület, de hát ezért mégis. Na, majd én szerzek neked tovább kurzust, és hát akkor így 6 éves ösztöndíjjal felküldött a budapesti tüdőklinikára. Akkor ez a szakma kiladva volt, csak a tuberkulózissal foglalkozott, semmi mással nem. Népbetegség volt, tehát volt beteganyag is hozzá. A kezelési kilátások is elég szűkek voltak ahhoz, hogy ezt megoldják. Nem voltak még meg ezek az jó antituberkulotikumok, amik aztán később pár évre rá már jöttek szerencsémre. Na szóval elcsábítottak erre a szakmára, eszemágában sem volt. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem is jól éreztem magam benne, mert a diagnózis maga nem jelentett problémát. Röntgennel a diagnózist fel lehetett pillanatok alatt állítani. A kezelések pedig sémában voltak rögzítve. Úgy érti szóval, akkor, hogy ez nem volt egy szakmai kihívás nem az volt, ön számára? Nem volt, az biztos, hogy nem volt szakmai kihívás. Egy belgyász számára beszűkült a terület, az kétségtelen. Akkor nyílt ki, amikor a TBC-t felszámoltuk. Ez ugye jött, 53-ban jött az izoniszid, 51-52-ben a streptomicin már jött, de az nem hozott igazi megoldást. Az igazi megoldást a rifampicin, vagyis az izoniszid hozta. Akkor hirtelen csökkent a megbetegedések száma, kitűnő gyógyulások voltak, és ha valaki meggyógyul, az már nem adja át másnak a nyavajáját. Itt az volt a baj a TBC, hogy fennállt egy-két évig, és időközben a környezetét megfertőzte, az utánpótlás mindig biztosítva volt. Most, ha megszüntettük a fertőző képességét egy-két hét alatt, már is kezdett járványügyileg is beszűkülni a terület. Úgyhogy akkor, mikor én a szakmát elkezdtem, akkor egy évben, vagy egy hónapban is, körülbelül 30-40 TBC-s beteget találtunk egy évben, 200 fölött is volt néha az új betegek száma. Most jó, ha egy hónapban 3-4 új beteget találnak, tehát annyira lement a talán még annyit se találnak. Nagyon. Nem. Azt hiszem még kevesebb. Most nem tudok magának a számokat pontosan mondani, de annyira leesett, hogy már nem népbetegség. Tehát akkor, amikor saját magunk alatt felszámoltuk, hogy úgy mondjam, a létalapot, akkor jött az ötlet, hogy hát alakuljunk át pulmonológusokká. Táblában is az van pulmonológus. Tehát nem csak a betegséggel, hanem magával a tüdővel foglalkozunk. Tehát indultam úgy, hogy csak egy nyavajával foglalkoztam, aztán jöttünk a tüdővel, mint szervvel való foglalkozás. Ez már megnyitottam, amikor jöttek a többi tüdő megbetegések, a tüdőgyulladás, a tüdőtágulás, az aszma, a különböző hörgő megbetegedések, a tüdőrák és a többi. Ekkor már azért az már diagnosztikai hívást is jelentett, az biztos. Aztán azt már én már nem értem meg, és talán nem is a szakma se hajlik rá nagyon, hogy egy régióra rámenni, tehát a mellkasi régióra. Tehát most már ne csak a tüdő, hanem ami a mellkasban van. Határterületi szindrómák vannak, tehát a szívvel kapcsolatos dolgokra gondolok. Szív és nagyerek, ez egy komplexus. Tehát, mikor mi itten a falu szűréseket csináltuk, ilyen mozgó röntgénképszolgálatokkal, elsősorban azért, hogy a TBC-t korán megtaláljuk, később azért, hogy a daganatokat korán megtaláljuk, akkor én eldöntöttem, hogy figyelni fogom a szívnek az alakját, a morfológiai eltéréseit is, és akinek 50 év alatt kóros alakú szívet láttam, azokat én behívtam. És nagyon sokszor az esetek 50%-ban az illető nem tudott róla, hogy probléma van a szívével. És ezek most is hangoztatom, hogy ebből a szempontból például a balkamra megnagyobbodás az egy nagyon fontos jel annak, hogy én időben észrevegyek valakinél, valami probléma van a
szívével, ő még nem is tudja. És akkor mi történt ezekkel a betegekkel? Tovább én akkor ezeket a megfelelő szakorvoshoz? Adtam neki egy leletet, hogy ezt is azt láttam, szűrőfilmen kórus szívárnyékot ízletem. Értesítettem a házi orvosát, hogy küldje a belgyógyászhoz, kardiológushoz. Ők is most már fragmentálódnak, egész apró részek, ugye a belgyógyász a tovább. Mert egyszerűen nem lehet már egy fejjel átfogni, az élet már a belgyászokból kikerült, ugye a pulmonológia, kikerül a kardiológia. Sőt, most már kardiológián belül is már van, aki csak a ritmuszavarokkal foglalkozik. Aritmológia. Már egy önálló orvosi disziplína, nem is gondolná az ember. Van egy olyan orvosi attitűd, amit én nagyon elítélek, hogy addig szóba se áll a beteggel, még egy csomó leletet nem hoz magával, és akkor kezd vele foglalkozni. Ennek több hátránya is van, a legnagyobb hátránya az, hogy nincs személyes benyomás a betegről, ami pedig az az első, a legfontosabb, hogy én szemtől szembe lássam, beszéljek vele, és a többi, és akkor tudok tőle információkat. Van egy benyomásom, az egy nagyon fontos volt. Hát a nők azok különösen jól meg tudják ítélni, valakit ránéznek, hogy kimegyen. Nagyon jó szemük. Hát így az orvosnak is. És aztán én szabom meg, hogy mire vagyok még kíváncsi, milyen leletet kérek még. Ez meg viszont pénzügyi szempontból nagyon fontos dolog. Tehát egyre inkább elharapózik az, hogy egy labor profilt kérek egy betegről, amiből csinálnak valami 30 fajta vizsgálatot, és akkor utána kezdek a beteggel. Tehát egyrészt már befolyásol engem a lelet, amit olvastam, tehát már nem tudok tárgyilagos lenni egészen, de már a kiindulási pont is rossz. Tehát én azt mondom, hogy ahhoz, hogy a beteget, mint egész embert lássuk, az az kell, hogy először vele találkozzunk. Beszéljek vele, miről van szó, és a többi. Úgyhogy a házi orvosi vonalon kell megfogni a dolgot, ott kell elkezdeni az, hogy egy jó házi orvos az, ha ad valamit magának, akkor avval kezdődik, hogy a beteggel beszélget. Tüdőgyógyászként hogy áll hozzá ahhoz a problémához, hogy ennyi allergiás van mostanában? Ön még praktizált abban az időben, amikor igen, ez a folyamat igen, elkezdődött? Igen, kétségtelen. Nem tudok érdemben hozzászólni, azt se tudom, hogy ez a nyavaja miért terebélyesedett, így biztos foglalkoznak vele, pedig megpróbálok napra kész lenni a szakmában. Egy darabig, amikor nyugdíjba mentem, ki is tűztem, hogy minden nap egy két órát olvasom a szakmát. Ez most egyre jobban elhanyagolódik, részben a bridge rohására természetesen. De biztos valami epidemiológiai oka van. A szennyezettebb levegő, például kezdjük azzal, ami feltétlenül, ha nem is maga a mondjuk ilyen a motorikus szennyeződés, vagy valami, de az, hogy az fölsérti a légutak hámját, és akkor már be tudnak tudni azok, ami allergén képző, mert az allergének azok általában fehérje természetű anyagok. Ezek a benzingőzök és gázok, ezek nem, ezek kémiai anyagok, de irritálnak, tehát a hörgő falat megsértik, krónikus hörgőt hoznak létre, és azon a sértett hámon már keresztül tud menni a fehérje természetű allergén, tehát a növényi porok és a többi, amik azelőtt amivel szemben védett voltam, de most már nem, mert sérültek a légutaim, és akkor alakulnak ki ezek a légúti. És ez érvényes például a szemre is, tehát minden nyálkártyára, amelyik érintkezik a szabad levegővel, mindegyik, tehát atmoszférikus levegővel érintkezik a tüdő is, a szemhártya és az orrnyálkártya is. Ezek megsérülnek emiatt az irritábilis anyagok miatt, és akkor már a fehérje természetű anyag, amelyik immunválaszt tudnak, mert az csak fehérje szerkezetű anyag tud, ez már szakmai mélység, nem akarok tovább, de az a lényeg, hogy allergiát általában fehérje termelő. Az allergiának az a lényeg, hogy a szervezetben képződnek ellenanyagok, tehát felismert ami, valami idegen anyagot, amire ő képez egy ellenanyagot, amivel ő el tudja kapni. El tudja ezt. Ennek két formája is van, ugye a sejtes formája, meg a egyszerű vegyület, kémiai formája is, de ahhoz kell, be kell mutatni először az antigént, úgy is hívjuk az allergént, hogy antigén, be kell mutatni, ha meglátja, felismer, és attól kezdve készíti, és a legközelebb jelentkezik, már elkapja. Na most ez a kettőnek a találkozása, ez okozza általában az allergiás tüneteket, mert akkor, ha elkapja, akkor a sejtpusztulás van, a sejtpusztulásból ilyen mérgek szabadulnak fel, és azok hozzák létre tüneteket, a hörgőgörcsöt,
a szemek könnyezését, az orr váladékozását és a többi. Az orvosi szakmai dolgokról térjünk át arra, hogy a zenélésre akkor mennyi ideje maradt? Hát hosszú ideig aktív zenélés voltam. A napokba temettük el dr. Magos Jánosnét, akinek a férje az egy kitűnő ember volt, Bajára került Nagykátáról a vízügyhöz, és megszervezte, a jó muzsikus is volt, és megszervezte a vízügyi igazgatóság kamara zenekarát. Ez 30 évig működött. Én rendkívül hálás voltam, amíg ott éltem ki a zenei ambícióimat. Ebben a zenekarban soha nem gondoltam, és ezért nagyon hálás voltam néki, mert a barokk zenevilágot rajta keresztül, illetve az ő által létezett zenekarom keresztül ismertem meg annyira, mert korábban a klasszikusokat játszottunk. Onos négyes a klasszikusoknak, a Mozartnak, Haydnnak, elsősorban Mozartnak és Beethovennek a műfaja volt. De a barokk zenevilágot rajta keresztül a Magos János segítségével a vízügyi kamara zenekar. Tehát ez most már megszűnt, úgyhogy ez részben a korom is. Hegedűt is átadtam a lányomnak, úgyhogy az már elővegzett örökségként. Azt hiszem az övé is volt, amikor neki vettem. Családi hagyomány ezek szerint a zenélés, ezt tovább is tudta örökíteni? Hát mondjuk a családi hagyomány az annyira nem volt, anyám énekelt nagyon szépen. Anyám nagyon jó hímzőnő volt, monogram hímző. Valamikor a hölgyek stafirmújához hozzátartozik, kétszemélyes ágynemű készített párnákkal, mit tudom, mikkel, és azoknak sarkában be volt hímezve szépen a monogramja, a hölgynek a monogramja. Hát itt Baján volt egy ilyen cég, amelyik ezeket gyártotta, és a monogramokat mindig anyámmal csináltatták meg. És ő közben, mikor ezt csinált, egész nap mindig énekelt. Akkor kezdtem én rákapni a zenére is. A gyerekek, unokák zenélnek? De a gyerekeim közül egy is. Meg tudják különböztetni a jó zenét a rossz zenétől, az biztos, de hangszeres zenét egyik sem csinál. Önnél muszáj megkérdezni, hogy 89. évébe lépett, hogy csinálja, hogy ennyire jól néz ki? Nincsenek semmi titka, jó szerencse az egész dolog, jó szülőpárt kell választani. Ez a titok? Hát ez az egyik. Aztán a kapott penzummal jól kell gazdálkodni. Ha már ilyen szerencsénk van, akkor nem szabad elrontani. És ön hogy gazdálkodik vele? Hát... Mit csinál? Tehát sportol, a bridge-et említette, mint szellemi karbantartás? Nagyon messzire mennék én vissza. Talán a szerencsé végig kísérte az életemet, ez biztos. Nagyon sok apró történetét tudnék mondani, mivel a szerencsémet tudnám illusztrálni. De... Azok közé tartozom, akik korán felismerték önmagukat. Azok a görög bölcsek, azok nagyon okosak voltak. Ugye a Delfói Jósda, Apollon Jósdája az van felé, hogy ismerd meg önmagadat. Az van felé. Egyik a legnehezebb dolgoknak szerintem. Tehát azok, akik mondjuk nem csinek megelégedve az életükkel, vagy elrontották valahol, vagy problémáik vannak, azok nagyon gyakran ebből indulnak, hogy nem tudja önmagát felmérni. Én azok közé tartoztam, hogy ugye a 20-as, 30-as évek táján rájöttem, hogy tulajdonképpen hol állok én ebben a világban. És attól kezdve én azt csináltam, ami jól esett, azt abban a szakmában fürödtem, hogy úgy mondjam, amiben jól éreztem magam. Úgyhogy tulajdonképpen nem voltak konfliktusaim az életben talán. Azt is meg kell tanulni, hogy az embert, ha problémák érik, akkor általában tanulja meg azt, hogy osztályozza. Melyik közé tartozik, meg tudom oldani, vagy nem tudom megoldani. Ha nem tudom megoldani, akkor megpróbálok vele együtt élni. De semmiképpen sem próbálom megoldani, ha tudom, hogy nem vagyok rá képes. Szóval ezek ilyen apró felismerések talán, amik az embernek az útját egyen simábbá teszik. Túlélési technikák, amit ezek most ön mond. Túlélési technikák, igen. Ha egészen műszaki nyelven akarjuk, igen. Az biztos. De azért gondolom, hogy sportol is, mert genetika ide vagy oda, hogyha az ember nem sportol, mozgás, vagy nincs levegőn, akkor... Az nagyon fontos dolog volt, tehát mindenhová gyalog megyek, ahová csak lehet, ez az alapvető, mert ahogy mondta valamelyik humoristánk, hogy a láb mindig kéznél van.
Úgyhogy aztán hát ilyen aktív sportolást nem végeztem, a divatos tenisz akkor, amikor én a szakmát kezdtem, akkor még úri sportnak számított. Úgyhogy hát az evezés is volt az egyik, az úszás a másik, és hát a labdajátékokban nem nagyon, mert nem volt jó labda érzéke, hogy jó van, nem nagyon. De a legfontosabb talán, és az a sporttal is felér, hogy valaki jól adagolt fizikai munkát végez. És ez adott számomra. Fával fűtöttünk minden évben, fel kellett két ölfát aprítani, fűrészelni és aprítani, ezt mind magam végeztem. Gondolom most lenyírja a füvet, ellapátolja a havat. Hát egy ilyen nagy házat magam tartok karban, tehát biztos. Van-e valami olyasmi, ami kikívánkozik önből, hogy üzeni az emberiségnek, vagy akár az utókornak? Ezt úgy szoktam összefoglalni, hogyha megkérdeznek, hogy meg kell próbálni teljes életet. A teljes élet alatt azt értem, hogy a mindennapi élet mellett meg kell próbálni érzelni. Fel kell tudni is, érzelmi motivációkat keresni a cselekedeteinkhez. Érzelem nélkül nem lehet eredményes vagy jó döntéseket hozni az én szerintem. Most az érzelmi élet, hogy valakibe az érzelmi élet kialakuljon, ahhoz kellenek a művészetek, és az irodalom, a zene, a képzőművészet, az építészet és a többi, tehát az esztétikai élmény. Tehát erre valahogy rá kellene nevelni az embereket, hogy nem csak a szigorú racionalitás van, hanem van érzelmi élet, nem csak a realitások. Tehát érzelmi, teljes életet, amiben azt értem, hogy a realitások és a racionális cselekedeteinket át kell, hogy itassa az érzelmi hozzáállás, az emóció, ha úgy tetszik. Úgyhogy mozgás és emóció, talán így. Tehát motion and emotion. Akkor legyen ez a végszó, és köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm.